Vajda Lajos a 20. századi magyar művészetnek az egyik legjelentősebb alakja. Az is példázza ezt, hogy Kállay Ernő nem sokkal a halála után már így fogalmazott: a festő halott, de maradandó értékű művei páratlan szellemi intenzitással élnek tovább. Nem akadt nálunk senki, aki így értett volna a vonalak képzeletébresztő kvalitásaihoz. Ennek az anyagnak, ami a Magyar Nemzeti Bank értéktár programjának vásárlása révén jutott a Magyar Nemzeti Galéria birtokába, ennek az a jelentősége, hogy Vajda Lajos gyakorlatilag mindegyik korszakát főművek képviselik, tehát ez a 14 darab mű olyan főművekkel gyarapította a Nemzeti Galériának az anyagát, milyenekkel idáig a múzeum még nem rendelkezett. 1930 és 33 között Vajda Lajos Párizsban élt, és ott kollázsokat készített, olyan drámák láthatók, amik egészen kimagaslóvá teszik a művészetének ezt a korszakát, így gyakorlatilag alig egy tucat ilyen kollázsát ismerjük. A Párizsi Musée de l'Homme kiállításait is többször megnézte, és az ott lévő törzsi maszkok hatására is maszkokat kezdett el készíteni, tehát az emberi léleknek a vetületeit vetítette rá egy arcra, nagyon különleges színes pasztelmunkák. Aztán 1939-től már elkezdte rajzolni ezeket az úgynevezett imaginárius tájakat. Ebből például az egyik legszebb a Csúcsos hegy című kép, aminek különlegessége, hogy foltokat látunk rajta, ami Vajdának az új lenyomatai. A következő korszaka az már a háború előszele miatt egy egészen félelmetes vízió, például a Szárnyas lény című műve, ami egyrészt a saját betegségének a tudata, a haláltól való félelem, a háborúnak a fenyegetése, egy egész félelmetes vízió, félelem a jövőtől, az mind ezen a Szárnyas lény ezüst alapon című képen felfedezhető. Barátjának, Bálint Endrének az édesanyja ilyen spiritista médium volt, és az ő, mondjuk így, betegei rajzoltak ilyen egészen félelmetes víziókat, és meglátott egy ilyen gyakorlatilag kaotikus rajzot, és ez hozta azt, hogy nagyon erős, nagyon drámai szénkompozíciók mutatnak be egy olyan szörnyű világot, egy olyan ősi, kavargó lélekállapot, ami egészen megdöbbentő hatással van az emberekre. Vajda Lajos művészete a magyar avantgárd legmaradandóbb tette.